Nos, sziasztok srácok, köszöntelek titeket egy újabb teória videóban. Mint halljátok, újabb mikrofonom, és nagyon remélem, hogy jobb lesz így a minőség, és nektek is tetszeni fog. Ugye, tegnap volt frissítés, de sajnálatos módon semmilyen olyan nagyobb dolgot nem hozott magával, gondolok itt eventekre vagy ilyesmikre, viszont apróságok történtek. Az egyik szembetűnő dolog, mint a Grizzly Grove-nál elkezdett volna olvadni a jég. Ha jobban megnézitek a jégnek a felszínét, olyan, mintha víz lenne. Teljes mértékben tükröződik. Sajnos nem emlékszem, hogy eddig is ilyen vizes lett volna-e, de ez nagyon szembetűnő dolog szerintem. Illetve, mintha elkezdett volna repedezni egy minimálisan. Itt a viking hajó alatti jeges folyós résznél ezek a földcsíkok úgymond biztos, hogy nem voltak itt, mert azért párszor járkáltunk erre, és erre nem emlékszem. Vajon ez is az olvadás jelentheti, hogy így olvadnak kifelé? Illetve egy nagyon durva dolog, itt az egyik chest alatt már látszik a zöld fű. Vajon tényleg elkezdődött az olvadás? Egyébként az is furcsa, hogy még a térkép is jelzi ezeket a földes csíkokat ott a folyó mellett. Úgy látszik, hogy a vikingek elkezdtek terjeszkedni, mivel a mostani frissítéssel egy teljesen új viking ház épült fel Snooby Shores-ban. Ezáltal megvan annak az esélye, hogy az egész Snooby Shores elfoglalják a vikingek, és egy ilyen viking falu várost építsenek ide, és végre kapnak valami sztorit is. Vajon Ragnarok még visszatér? Előbb ugye megemlítettem, hogy mint olvadna Grizzly Grove, és itt egyből eszembe jut a viking hajó, és ugye az olvadás plusz még a terjeszkedés is, lehet, hogy lelökik a hajót, és partra száll a hajó, és végre valahára történik valami izgalmas is. Emlékeztek még arra a kőemberkére, aki ott volt Wailingwoodsnál és várta a véget? Hát úgy látszik, hogy semmi bajuk nem esett, hiszen újraépítették magukat a kövek. És a kőhölgy a vulkánra néz éppen. De vajon az a titokzatos bunker, hogy a francba nem pusztult el úgy, hogy körülöttem minden elpusztult? Vajon ezt miből építették, hogy mindent kibír? Egyszerűen nem lehet vele semmit se csinálni, viszont az Epic Games biztos tervez vele valamit, mert ha belegondoltak, már Season 3 óta itt van, remélem, hogy 3 vagy 4, de 3-ra emlékszem, Season 3 óta itt van. De nem csak ez az egy bunker, ugye Season 7-ben megjelent egy másik bunker is, ott a Polar Peak leges legszélén, ami ugyanúgy nem történik semmi, az is úgy ott van és nem lehet lemenni se. Szerintem valami összekötődés lesz a kettő között, és szerintem majd át lehet teleportálni az egyik oldalra, a másikra. Ja, és ha már itt járunk, a Week 3-as töltőképernyőn megtalálható ingyenes tírcsillagot itt lehet majd felvenni, ebben a kis templomban. Amit itt megtaláltok a vulkán mellett. Ugye mindenki szídja a tier 100-as skint, a luxot, hogy olyan béna, meg úgy nem kapunk hozzá semmit, meg ilyenek. Viszont van valami furcsa dolog ebben az egészben. Ha megnézitek a skint, van egy ilyen lakatos nyaklánc, amit hord magával. Nos, ez jelképezi azt, hogy ő még úgymond le van zárva, mármint az ereje úgymond vissza van fogva. Mivel ha megnézitek a másik skint, a kulcsok mesterét, annak pont az ellenkezője, mivel neki kulcsok lógnak a nyakába. Nem lehet, hogy valami összefüggés van a kettő között, hogy úgymond ő szabadíthatja fel a luxot? Mert ha ez igaz, akkor lehet, hogy valamiféle challenge-eket fogunk kapni majd luxhoz olyan season vége felé, amivel feloldhatjuk egy újabb kustomizálható lehetőséget a skinnek. Mert ha ez igaz, és nem ez a végleges formája luxnak, akkor biztos vagyok benne, hogy a történetbe is bele fog szólni egyet-kettőt. Egy kicsikét kanyarodjunk vissza a töltőképernyőkre. Itt ha észrevettétek, pont úgy haladnak a töltőképernyők, ahogy a skinek a Battle Pass-ben. Ugye a Week 1 és a Week 2 a kalóz, illetve a sárkány ninja. Ezután jött a Week 3 a kobrás csaj, és Week 4-re itt van a banán. Ez azt jelenti, hogy Week 5-re jön a parás csaj, az Ember, Week 6-ra ugye a kulcsok mestere, és Week 7-re Lux. A maradék két hetet valószínűleg a rejtett skin fogja betölteni, ugyanúgy, ahogy a Season 7-nél volt a rab.
Viszont itt az ideje, hogy megnézzük ezt a Season 8-as képet, mert már annyian küldtétek, hogy ott van a hörcsöglabda már, hogy már hú. Na szóval, az Epic úgy döntött, hogy olyan Season 8-as képet kapunk, amivel lelövi, hogy milyen cuccok fognak jönni Season 8-ban. Szóval, az ágyú volt az első, ami egyből megjelent Season 8-al. Ezután jött a kincses térkép, ami ott volt a kobrás csajnál, ezután ugye a hörcsöglabda, ami ott van hátul. A jövő heti biztos, hogy a pisztoly lesz, ami a kalúznál van, vagy a respawn busz, nem tudom, ez a kettő közül valamelyik, és ott van ugye a parás csajnál az íj, ami érdekes lesz, én azt várom a legjobban ezek közül. A vulkán, illetve a krakenes logó azért van zölddel bekarikázva, mert talán utalhat arra, hogy ez a két event lesz valamelyik a kettő közül Season 8 végén, vagy az olvadás, vagy így tényleg mind a három egyszerre, nem tudom. A legjobb tippem szerint a Kraken eventnek muszáj bekövetkeznie, legalábbis annyi utalás van rá, hogy zicser lenne ezt kihagyni. Ahogy belépünk a lobbyba, már kiszúrja a szemünket az, hogy a kalózhajó félig el van süllyedve. Ezt a süllyesztést nem más okozhatja, mint a Kraken, legalábbis szerintem annak kell lennie, és ez az event nagyon jól is néz neki, kíváncsi vagyok az Epic mit hoz ki ebből. Viszont ha tényleg bekövetkezik ez a krakenes event, akkor a Season 7-es karakter simán lehetne valami Poseidon-szerűség, ugye a krakenek istene, a vízisten, mert volt ugye a tűzkirály, volt a jégkirály, és akkor jöhetne a vízkirály, esetleg a kraken tetején megjönne. Nem tudom, kicsit durvának tűnik, de megnézném. Sajnos ennyi volt a teória része, de nézzük meg apró híreinket. A tegnapi videómból egy nagyon fontos dolog kimaradt, ami nem más, mint az, hogy a Szent Patrikos skin vissza fog térni a csákánnyal együtt, és egy új wrap is került be, amit tegnap véletlenül nem mutattam meg. Ezek a skinek nagy valószínűséggel március 17-én kerülnek be vasárnap, mivel ekkor van a Szent Patrik napja. Új glider gameplay. Nagyon úgy néz ki, hogy a Gateway LTM már holnap be fog kerülni a challenge-ekkel együtt, hiszen Kínába már nyomatják nagyba. Ugyanazokat a dolgokat el lehet érni, mint a tavalyiban, viszont itt megbővítették 3 backblinggel, ez nem más, mint 3 darab gyémánt láma. Na ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Következőleg nem tudom, hogy mikor lesz videó, ismét megyünk forgatni. Úgy tervezem, hogy a forgatás már véget érjen 1-2 héten belül, szóval minél hamarabb kint legyen a videó egyben. Na köszönjük, hogy megnéztétek a videót! Sziasztok!